és... A szombat a Ven utolsó napja, de azért még ekkor is van hagyományos program. Ez a Venátus, melyen lezárják az ügyeket, értékelik a rendezvényt, és a diákrektor kénytelen megválni egy napja gyakorolt hatalmától. Tavaly rekordszámú szavazót regisztráltak, de idén sikerült ezt megdönteni, a hallgatók ismét kitettek magukért. Porga Gyula, Veszprém város polgármestere elmondta, hogy ami az egyetemen ünnep, az a városban is. A város és az egyetem büszke az együttműködésükre, mindkét fél szerint nagyon fontos, hogy megértsék egymást. Kuti vezér kinevezte a jelölteket diákdékánokká, két kortese pedig rektorhelyettesi címet kapott. A diákrektori hivatal a 25. Ven alkalmából tortával készült, ami azonnal el is fogyott. Ezután Huti vezér kénytelen volt átadni hatalmát dr. Fridler Ferencnek, és ezzel az egyetem visszaállt a régi kerékvágásba. Igazából nem is az a lényeg, hogy kit választottak meg, hanem maga az a folyamat, az a szervezettség, amit én tapasztaltam, hogy ezek a kiváló hallgatók egy ilyen bonyolult rendezvényt ilyen jól megszerveztek, és ilyen hangulatosan és problémamentesen, ez egy óriási érték. Estére koncertekkel készültek a szervezők. Fellépett az Esővárok, a Pannon Egyetem első beat zenekara 1967-ből, akik többek között az első Venen is játszottak. Zenélt még az Airi Mafia, akik új lemezüket mutatták be, és az Asian Dub Foundation Sound System, akik az Egyesült Királyságból érkeztek hozzánk.